első kérdés, hol született? Életét homály fedi, nagyjából keveset tudunk róla. Mai napig is vitatkoznak a legnagyobb irodalomtörténészek, hogy Nagyszeben az az Hermannstadt-e a szülőhelye, vagy pedig Nagyszebentől egy a 20-valahány kilométerre Nagy Disznók helysége, amelyet németül Heltau-nak neveznek ma is. Kissé délre, délnyugatra helyezkedik el Nagyszebentől. Én is gondolkoztam rajta nagyon sokat, megoldást nem lehet találni, mert mindenki előre megy az időben, 30-40 évet a kutatók közül, és egy későbbi időpontból, amikor adatok is vannak az életéről, visszakövetkeztet. Tehát nincs ember, aki papírral, dokumentummal igazolhatná Heltai születésének helyszínét. Egyik kutató Nagyszebe mellett teszi le a voksát, mondván, hogy egy Halter János nevezetű eredetileg katolikus embernek a fia. Hát, ha ez igaz, akkor már is itt vagyunk a magyar reformáció egyik csodájánál, 100 katolikus apa lenne a első személy, János, Pia Gáspár luteránus lelkipásztor lesz, és élete végén eljut a református valláson keresztül az unitarizmusig. Kell-e ennél vibrálóbb reneszánsz személyiség valakinek? Ugyanúgy, ahogy a születési helyével kapcsolatban, az életével kapcsolatban is, ott vannak a dátumok. A legkorábbi elképzelés 1490, a legkésőbbi egy 1520-as elképzelésről is szó van, nem mutatok senkit vele. Fárasztó végignézni, hogy ki, mit és miért mondik el aprólékosan. A lényeg az, hogy az első adat, amelyről ki lehet indulni, egy évszámhoz köthető, ezért írtam ki sárgával, hogy mi mindent lehet egy évből kikövetkeztetni. Ez az év pedig az 1542-es, 43-as tanév, tehát 1543, ugyanis Heltai elmegy Wittenbergbe, ahogy ők mondták, és ahogy Bot Péter leírja a Magyar Aténászban, Wittenbergbe, és ott tanul. Megálltam egy pillanatra, gondolatban Wittenbergnél, gondoltam, hogy talán egy ilyen estén nem túlfárasztok, a pár képet bemutatok róla. Wittenbergben volt Luther, ott élt, ott tanított, ott indította útjára a reformáció folyamatát. Lelkipásztorok mind tudják, ezt csak megismétlem, hogy megtanultam a leckét 1517. október 31-én. 95 pontban latinul megírt szövegét kifüggesztik a templomra, a templom kapujára kiszögezik, és innen számítjuk a hivatalos kezdetét a hit megújulásának. Mert a hit is megújul. Az egyetemmel kapcsolatban pár apró kép, Leukorjának hívják az egyetemet, alig 40 esztendős az egyetem, tehát egy fiatalon alakított felsőfokú oktatási intézmény, mikor Heltai látogatja, és Luther is tanára ennek az egyetemnek, és vele egy időben a kor másik nagy alakja, aki rendkívül fontos szerepet tölt be, Philipp Melanchthon. Mindketten oktatnak, Luther, ha visszapillantunk egy másodpercre, 1546-ban már meghal, tehát élete utolsó esztendejében, utolsó két esztendejében tartja óráit, róla jegyezték fel, hogy utolsó előadásán kimondja, ich bin schwach, ich kann nicht mehr. Túl gyönge vagyok, nem bírom. Melanchthon közvetít a katolikusok és a protestánsok között különböző német tartományokban, de visszatér, és feltételezhető, hogy a mi Heltai Gáspárunk mindkettejükkel találkozott. Tehát nagyon valószínűsíthető, hogy mindketten oktatták Heltait. Hát megint csak egy apró gondolat. Ha ilyen emberek szavaival tér vissza valaki szülőföldjére, ha nem is a Szászvidékre, hanem egy kicsit távolabb tőle, Kolozsvárra, vajon milyen tudás, milyen lelkületet hozhat magával? Hát Heltai hozza magával azt az új szellemiséget, amit ott kapott, és akkor visszatérek a kérdésre, mivel egyedül a Wittenbergi Egyetemben van bejegyezve, hogy tanuló volt, hogy mikor született. Ha 1490-ben született volna, én itt most játszom a számokkal, akkor 53
3, 54 éves lenne, mikor egyetemre megy. Szerintem kizárható. Több kutató is kizárta. Képzeljük el azt a kort, amikor 54 éves emberek nagyon öregnek számítottak. Amikor az átlag életkor más volt. Európa közegészségi viszonyai másak voltak. Tehát egyáltalán az emberek, a tömören mondom, parasztosan, röviden éltek. Rövid életűek voltak. 1500 és 1510 azok az időpontok, amelyekre lehet alapozni, és ha valószínűsíteni lehet, akkor az 1510 a legreálisabb, mert 33 évesen, hogy valaki még elmenjen az egyetemre, elfogadható. A feljegyzések között van egy olyan is, és ennél a kérdésnél állok meg, azt mondom, az életében a legaprólékosabban, tehát az életében van egy olyan is, hogy amikor hazatér Kolozsvára, megnősül, rögtön pap lesz, kolozsvári szászok papja lesz, és meg is nősül következő évben. Én egy 55 éves férfiről kevésbé tudnám elképzelni, utána még 6 gyermeket fel tudjon nevelni, könnyebben valószínűsíthető ez egy 33, 34, 35 éves férfiúról. Tehát az 1510-es évet tartom én nagyon valószínűnek, ezért is játszom le ide a képre. Ki volt, milyen ember volt, milyennek lehetett megismerni. Bernád Ágoston egy tanulmányában azt írja, hogy életerős, egészséges, fogékony szellemű. Én mindent elfogadok tőle, kivéve a 60 éves életkort. Tehát tulajdonképpen egy icipici tudományos vitába is bekukkantottunk, de többet nem tesszük. Menjünk tovább az életében. Nem csak pap, hanem üzletember is. Nem csak lelkipásztor, hanem nyomdász és könyvkiadó is. Nem csak nyomdász és könyvkiadó, hanem vállalkozó ember is, aki papírmalmot épít egy folyóparton, mert azt mondja, hogy drága a papír 200 kilométerről hozatni. Én helyben majd megcsinálom. Mindenbe belevág, mindenbe belefog, amit tehet, és sok oldalú munkásságával egy egész város arculatát, sőt, utólag elmondhatjuk, egy nemzet arculatát meghatározza. Ha megnézzük, ő Wittenbergából hazajöve megteremti Erdély harmadik nyomdáját. Időrendben van előtte kettő, de mind a kettő német nyelvű. Tehát magyarul könyvet még nem nyomtatnak az erdélyi részeken. Ő az, aki ezt először megteszi. A kép, ami középen áll, tulajdonképpen egy abszolút korabeli nyomdának a jellegzetes képe, tehát ha ő Németországban ilyesmit látott, Kolozsváron ugyanilyen próbál megteremteni kicsiben. És a kedves város, amiről bármikor bármennyit tudnék beszélni, most csak egy mondat róla, abban a korban statisztikai adatokat keresgéltem, két forrásban találtam, körülbelül 6-7 ezer ember lakhatta. Felteszem a kérdést, hányan vannak ma víztőn? Kedves barátaim, mindannyian, kedves társaim, ha most az időgépen utaznánk, mi 7000-en ma este, ha mindegyütt lennénk, kitennénk Kolozsvárt, sőt, fogozzunk meg, mert nagyobbat mondok, és valósak, kitennénk Wittenbergát is. Abban a korban az európai egyetemek és az európai egyetemi városok majdnem mind akkorák, mint a szülővárosom, Róma a kivétel, London a kivétel és Párizs. Tehát Wittenberg nem nagyobb az 1500-as években, Luther és Melanchthon városa nem nagyobb, mint ma Vésztő, én ezt nem tudtam. De most döbbenettel végigborsódzik a hátam, és örömmel konstatálom, hogy 7000 ember mellett létrejött egy egyetem, létrejött bármilyen magas színvonal. És most már ennél a mondatnál tartok, még tovább lépek. Ez az a pillanat, amikor azt mondom, hogy köszönöm Vésztőnek, hogy megengedte, hogy gyakran ide jöjjön. Köszönöm, hogy ezt a színvonalat megpróbáljam megközelíteni, és el is mondhassam mindenkinek. Jól esik egy ilyen egyetemi létszámú városban lenni, jelképesen mondtam. Kolozsvárral kapcsolatban pedig még egy, a látkép után egy dokumentum, amelyet először mutatóak be való a közönség előtt, a bécsi Kriegsarchiv, tehát a hadi archívumból kivett képe, megmutatom ott a közelben, ez volt az Óvár, egy kis területi vár, körbeépítették egy nagyobb várral, és pont a heltai életre folyamán
Helpeiben lakott a belvárosban, Mátyás király szülőházával szemben. Mikor visszatér a wittenbergi tanulmányairól, akkor eleve kolozsvári főlelki pásztornak választják meg. Ebben is feltételezhető, hogy már korábban is tevékenykedhetett ott, mint luteránus lelkész. És a Mátyás szülőházával szemben, ami nem a Mátyás király tulajdona volt, hanem a Szilágyi családé, és ott született meg Mátyás király. A szemben levő házban pedig, amelyet Helpai megvásárolt magának, majd később megszületik egy erdélyi fejedelem, Bocskai István. Édesanyja éppen Kolozsváron tartózkodik, mert Izabella valahogy nem akaródzik, Izabellának nem akaródzik elengedni, és Bocska István 1557. január 1-én épp Helpai szülőházában látja meg a napvilágot. Ezt onnan tudjuk, hogy a mai Szapiencia Egyetem annak a háznak a helyén áll, ahol a Helpai ház volt. És a Szapiencia Egyetem kitette az oldalára, hogy itt született Bocska István. Hát szóval dedukcióval kikövetkeztethető egy és más. Visszatérve az életére, 1544-74, három évtized, hogy mi jellemzi az életét, felsorolom. Elsőnek tettem a Bibliát, mert szinte az első, aki a megközelítőleg teljes Bibliát magyarul elénk adja. Nem mennék bele, mert sokan többet tudnak vallási kérdésben erről a kérdésről rólam, nálamnál. Lelkipásztor, könyvnyomdát vége, világi műveket nyomtat, papírmannát említettem, és egy őrült munkamániás, szándékosan használtam ezt a szót, ma azt mondanák neki, hogy workaholic, tehát a munkából ki se látszik, keresi, nem bír megállni munkanélkül. És akkor illusztrációként a debreceni Bibliának, a Debrecenben őrzött Bibliának látszik a gerince, Biblia fordította Helpai Gáspár későbbi kötés, itt a Mózes első könyve, és következik rá egy évre az 1550-es években a második rész, a harmadik, a negyedik rész, szinte a teljes Ótestamentum, amelyet meg kell mondanunk, nem egyedül fordít, lelkipásztortársai, akik besegítenek, megérdemlik, hogy legalább egyszer a nevük ott álljon a panón, látható legyen, hogy kik azok, akik a magyar Bibliát részben a kezünkbe adták. Itt egy másik illusztrációról a negyedik kötetről, és ennek a végén áll a fehérrel szedett három sor, Kolozsvárban nyomatott Helpai Gáspár és Hofgreb György által Karácsony havának 7. napján, 1552-ben. És már is itt vagyunk a nyomdász tevékenységnek a teljes összefoglalásánál. Ha megnézzük, Magyarországon sok nyomda működik, de Erdélyben elég kevés. A fejedelmi udvar rövid időre Gyulafehérvárra csal nyomdászokat, Szászvárosba és Váradra is, de az igazi állandó nyomda a szebeni, a brassói és a kolozsvári marad. A helyben nyomda egyébként fennmarad 110 esztendeig, 1660-ban fog megszűnni, az utódok már nem tudják tovább vinni. Helpai tevékenységéből kiválasztottam, nem tudom miért, talán személyes okokból egy címlapot, vigasztaló könyvecske, keresztényi intéssel és tanítással, miképpen kellje az embernek készülni keresztényi és boldog e világból való kimúlásához. Beszélünk mi a mai világban sok mindenről. De arról ritkán beszélünk, hogy már ezek a lelkipásztorok, a reneszánsz, a reformáció első emberei tudták, hogy az ember születik és keresztelik, házasodik és összeadják, de az élettől való búcsúzásra is úgy kell felkészülni, hogy az lehetőleg szerint és békés legyen.